A felvidéki Vágtán 12 település indított lovast és küzdött azért, hogy képviseltethesse magát a budapesti nemzeti vágtán. Az elővágtán voltak rutinos, visszatérő versenyzők és újoncok is. A felvidéki vágtát végül Talló színeiben Mucska Gergely nyerte meg, aki küzdelmes futamok után állhatott a dobogó legfelső fokára. Most vagyok harmadik éve itt a felvidéki vágtán, eddig mind a kétszer harmadik helyezést tudtam elérni, a döntőre elfogyott a lovam. Most már jobban készültünk erre az egészre, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy összejön. Mivel én veszten lovas vagyok, folyamatosan járjuk az országot, Olaszországba is járunk versenyezni, de itt kimondottan nem csak magamért versenyzek, hanem az egész közösségünkért, a tallósért, és ez teljesen más. Dunaszerdahely rutinos lovast Egri Árpádot indította, aki az első felvidéki vágta nyertese volt. Szoros küzdelemben maradt alul Kalifa nevű lovával. Én versenyeztem vele először, első versenye, szóval tudjuk, a Marokko ez egy döntős ló volt, és így felvenni vele a harcot, átlák alappal a ló előtt, úgyhogy nagyon nagyot küzdött, nagy szíve van. Reméljük Pesten sokkal jobban fog szerepelni, hiszen még több munka benne lesz. Bízok benne, hogy döntőbe fogunk tudni futni. Nekem ez egy élmény, egy felszabadulás, imádom a gyorsaságot. Budapesten a nemzeti vágtán versenyezhet Alföldi Lilla is, aki Pozsonyeperje színeiben a harmadik helyen jutott tovább. Ugyancsak ott lesz Budapesten a 14 éves Pőte Laura, a kis huszárvágta győztese, aki a magyar fővárosban szintén bizonyítani szeretne. Szeretnék egy kicsit nagyobb pályán edzeni, és én azt hiszem, hogy a lovam Mango, akivel most itt voltam, ő nagyon a saját feje után megy, és úgy gondolom, hogy Pesten is van esélyünk legalább a döntőig elmenni. De amikor 8-9 éves voltam, akkor a nővéremmel együtt elkezdtünk lovagolni, és azóta hobbi szinten lovagoltam, és hát ebben az évben kezdtem el úgymond versenyszerűen. Idén a futamok mellett újdonságként kocsitoló versenyt is rendeztek. Két csapat versenyzett, végül a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség csapata ér gyorsabban a célba a 300 kilós kocsival. Így ők Budapesten a Nemzeti Vágtán is versenyezni fognak. Mindannyiunknak nagy élmény volt, nagyon pozitív volt az egész csapat, és nagyon jó csapatmunka volt. Szétosztottuk a pozíciókat, tehát kellett egy vezető, egy kocsivezető, és azon kívül még ugye az öt embert el kellett helyezni, úgyhogy. És a két lány állt oldalt, és én hátul álltam a fiúkkal, mert ugye ott nagyobb tolóerőnek kell lennie, és így készültünk föl. A látogatókat a Bírókert Lovas Központ bemutatója visszarepítette a történelemben. A Magyar Lovas Hagyományokat őrző Lovas Központ a 907-es pozsonyi csatát elevenítette fel, amelyben a magyarok fontos győzelmet arattak a germánok felett. Felállítottak egy jurtát, ahol az érdeklődők kipróbálhatták a honfoglaláskori fegyvereket. Ez egy elég pörgős 5 perc lesz az egész bemutató, tehát minden fegyver bemutatásra kerül, és egy picit visszarepülve az időben fölidézzük, hogy is zajlhatott akkor egy ilyen csata jelenet. És ugye, ami a magyarok győzelmével fog véget érni. Mi inkább visszanyúlunk jó pár ezer évet, és azt próbáljuk itt minden évben megeleveníteni a hagyományőrzést, a lovasíjászatot. A Windsort már meghódító hagyományőrző lovas betyárok egyesület ezúttal a felvidéki vágtán is szórakoztatta a közönséget. Lóval való ügyességi játékok voltak, illetve a csapat bepillantást nyújtotta a 19. századi csikós világéletbe. 18. századnak a vége volt, hogy a csikósok ugye kint éltek a pusztába, és ezek a lófektetések, hogy jobban el tudott rejtőzkedni a kint a nádasok mögött. Utána, amiket bemutatunk játékokat, ezek ilyen pünkösdi játékok voltak, hogy a pünkös király választásnak a kivitelezése, hogy ugyanezeket a játékokat mutatták be akkor is a csikósok. A rendezvény házigazdája 6 éve Dunaszerdahely. Az esemény nem csak a lovasport nemzeti hagyományait mutatja be, hanem mivel társadalmi eseményé vált, közösségépítő szerepe is van. Szívügyünk, hogy ez a rendezvény továbbra is meg legyen szervezve, és bízunk benne, hogy a következő években is ezt a hagyományt tudjuk továbbvinni. Nem csak azért, hogy a lovaknak és a lovasoknak adjunk teret, és ezzel is bátorítva őket a lótenyésztésre és a lovak edzésére, hanem abból a szempontból is, hogy igenis fontos a hagyományőrzés, hogy fontos a magyar kultúra és a szokások megtartása, és hát nem utolsó sorban pedig a magyar közösségnek az összetartozása, összetartása.
A lóverseny megszervezése mellett a szervezők célja, hogy az emberekhez közelebb hozzák a lovakat és a természetet. Másrészt fontos küldetés, hogy a felvidéki magyar közösség büszke legyen lovasaira, és megmutassa magát Budapesten a Nemzeti Vágtán.